Nagyjából 15 éve történt az, hogy már nem volt elég hosszú a kezem ahhoz, hogy elolvassam a betűket, tehát nagyjából azóta vagyok szemüveges, teljesen ki voltam szolgáltatva a szemüvegemnek, ha nem volt velem, akkor rengeteg kellemetlen helyzet alakult. Volt olyan, hogy elindultam valahol egy fontos megbeszélésre, a naptáromat félúton felcsaptam, hogy nézzük meg pontosan, hova is kell menni, és egyszerűen nem tudtam elolvasni a címet. Vagy néhányszor előfordult, hogy a tánciskolába például mentem tanítani, szemüveg hiány pedig nem tudtam a zenei lejátszó listámat használni, úgyhogy egyre jobban érlelődött bennem a gondolat, hogy ezzel valamit most már kezdeni kell. Természetesen, hogy az ember egy picit aggódik, amikor egy beavatkozásról beszél, ami a szemével, hát a legféltettebb kincseink egyike, szemével kapcsolatos, de tulajdonképpen, ahogy az első kapcsolatot felvettem a szemklinikával, már megnyugodtam, éreztem, hogy jó helyen leszek, mindenki nagyon kedves, nagyon segítőkész, részletesen elmagyaráztak mindent a szemvizsgálattal kapcsolatban, illetve magával a műtéttel kapcsolatban is. Dr. Kerekes Julianna, aki a műtétet végezte, aki ennek a specialistája, tényleg egy szuper lédi, annyira kedvesen, odafigyelve mindent elmutogatott. Természetesen egy nagyon alapos szemvizsgálat előzte meg az egész műtétet. Ki kellett deríteni, hogy valóban alkalmas-e a szemem erre a műtétre, és amikor kiderült, hogy igen, akkor én nem is hezitáltam sokáig, azonnal úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyünk rajta túl. Hát azt nem mondom, hogy nem izgultam a műtét előtt, ezt egyáltalán nem állíthatom, bár minek, így utólag már tudom. Hát gyakorlatilag a műtét az 2 perc. Egyik perc az egyik szemem, másik perc a másik szemem, vagy még talán annyi sem. Teljesen fájdalommentes, úgyhogy emiatt sem kellett aggódnom már. És a műtőből kikerülve gyakorlatilag már tökéletesen is láttam. Aztán hazafelé jövett, mikor megálltam a közértbe, és hát a pékáruhoz érve szokott az első hatalmas kotorászás lenni a hatalmas táskámba a szemüveg után. Hát a kódokat úgy olvastam le, minthogyha 12 éves lennék, szóval, hogy teljesen könnyedén, nagyon boldog voltam, tehát egész nap ezt ünnepeltem, hogy be tudtam írni a kakaós csiga kódját végre szemüveg nélkül, és hát azóta is élvezem ennek az egésznek minden percét. A műtét után másnap vissza kellett menni egy szemkontrollra a doktornőhöz, megnéztük a táblát, ugye egy ilyen klasszikus vizsgálat is volt, nem tudtak olyan kis betűt írni a táblára, amit én ne láttam volna tökéletesen élesen, és ugyanígy a közellátásnál is, tehát hogy most már minden megjegyzést, apró, kisbetűs, bármit is elolvasok, egész egyszerűen nagyon boldog vagyok, annyira örülök, hogy ezt eldöntöttem, hogy ezt megléptem, és hogy megvan, és utólag látom butaság ettől az egésztől félni, szóval mindenkinek csak ajánlani tudom. A Focus Medical csapat szuper, az ember nagyon jó kezekben van, úgyhogy érdemes egy lézeres látásjavító műtéttel az ember életminőségét, hát nagyon sok százalékkal megjavítani.